Nagyon sok szeretettel köszöntöm a nézőket, és köszöntöm stúdiónk mai vendégeit, Lázár Éva pszichológust, az Újbudai Nevelési Tanácsadóból, Kovács Juditot, a Heimpál Gyerekkórház dietetikusát, és Szendi Gábor klinikai szakpszichológus kutatót. Azt hiszem, hogy nincs olyan ember a világon, akit a mai témánk közvetetten vagy közvetve, de ne érintene, ugyanis a gyerekekről fogunk beszélni, a mai gyerekekről. Amikor megkaptam ennek az adásnak a témáját, én először is azon kezdtem el gondolkodni, hogy mit jelent az, hogy mai gyerekek. Tehát, hogy egyáltalán van ennek valami értelme. Én azt hiszem, hogy 100 évvel ezelőtt ugyanilyenek voltak a gyerekek, mint ma. Nem hiszem, hogy a gyerekek változtak volna meg, hanem itt a világ változott meg körülöttünk drasztikusan, amire teljesen természetes módon reagálnak a gyerekeink is. Éva, téged biztos rengetegen keresnek meg nap, mint nap. Mi a legjellemzőbb probléma, amivel felkeresnek, illetve mi az a probléma, amit te a legsúlyosabbnak tartasz ma? Valóban nem a gyerekek változtak, hanem a szerintem is, hanem a világ körülöttünk, és én is gyakorló anyaként, és szintén pszichológusként a nevelési tanácsadóban ezzel a problémával találkozom a leggyakrabban, hogy akkora inger mennyiség és inger áradat éri a gyerekeket minden téren, amivel nem lehet lépést tartani. Tehát kezdve a képi információ túlzsúfoltságával, ami éri őket, és bezárólag az édességek mennyiségével, ez mind véleményem szerint egy túl stimuláltságot okoz. Az én fejemben az elmúlt hetekben a mértéktartás szó állt össze, mint kulcsszó, ami körül most így nagyon sok gondolat foglalkoztat engem. Pont egy esettanulmány megírása a kellős közepén vagyok, ahol egy számítógépes játékok által befolyásolt kisfiú áll a csoport középpontjában, és engem most emiatt ez foglalkoztat nagyon, hogy mindenből túl sok van, és a szülők sokszor akár túl kompenzálva azt, hogy nincs idejük a gyerekkel foglalkozni, vagy nem érnek egész egyszerűen fizikailag rá, ott felejtjük őket a képernyő előtt, de nem csak a képernyő okozza a problémát, és úgy gondolom, hogy a mai világban már nem is föltétlenül állítom azt, hogy jó, ha teljesen ennélkül neveljük a gyereket, de nagyon nagy és fontos kérdés, hogy mikortól, és milyen mértékben. És ez az, amiben ugyanúgy kell fognunk a kezét és irányítani, hogy miből, mennyit és hogyan, és legyen ez a táplálkozás, vagy bármi más. Egy gyermek nem tud mértéket tartani, és én úgy gondolom, hogy szülőknek, pedagógusoknak ez a feladatunk és kötelességünk, hogy irányt és mértéket mutassunk. És pszichológusként ti hogy gondoljátok, hogy például egész konkrétan mikortól kéne engedni a gyereket leülni egy számítógép elé és hagyni, hogy játszon? Itt az a probléma, hogy egy fogyasztói társadalomban élünk. Na most az figyelhető meg, hogy ugye a piacot azt bővíteni kell, és ez azt jelenti, hogy egyre lejjebb mennek életkorban, tehát ma már a gyerek is fogyasztó. Most, hogy gyereket megcélozzák, mint fogyasztó, akkor az tulajdonképpen már a szülő hatalmán kívül esik tulajdonképpen, tehát benne élünk egy korban, amiben minden irányból bombázzák a gyereket, hogy mert mindenkinek már olyanja van, és akkor neki is kell. És akkor ilyenkor már nagyon nehéz egy szülőnek önmagában visszafognia magát, hogy na de az én gyerekemnek nem. Ugyanakkor én se látok más utat, tehát itt a probléma az, és amivel szerintem szembe kell nézni, és ezért nem jó általában tanácsokat adni, amiket nem fognak betartani. Tudomásul kell vennünk, hogy megváltozott a kor. Egy másik korban élünk, és itt különböző rétegek vannak. Tudomásul kell vegyük, hogy föl fognak nőni olyan gyerekek, akik gyerekkorukban nagyon sokat fognak számítógépes játékot játszani, meg nem tudom én, minden mást, amit ma az aggódó szülők rossznak tartanak, és tudomásul kell vennünk, hogy egy másfajta gondolkodású nemzedékek fognak fölnőni. Ezzel lehet szembe menni, de most csak az előbb eszembe jutott egy példa, hogy amikor divatba jött a miniszoknya, akkor, ez már nagyon rég volt, de akkor ugye nagyon sokan felháborodtak, meg ízléstelennek tartották, meg egyebek, és aztán végül mindenki miniszoknyát hordott, még az ólábúak is. Tehát
egy kor hatása alól nem nagyon lehet kivonni magunkat. Megint mondom, elszánt szülők, és én jónak tartom, és bátorítok minden ilyen szülőt, hogy tegye ezt, de tudnia kell, hogy szembe megy valami olyannal, amitől az ő gyereke, ha csak nem kap egy megfelelő ideológiát, akkor úgy fog érezni, hogy őt megfosztották a szülei valamitől. Tehát ezzel cserébe valamit nyújtani kell, mert az, hogy azt mondom, hogy kisfiam nem fog számítógépen játszani, de egyébként meg töltsd el valahogy az idődet, mert én nem érek rá. Én tehát a másik ugye, szobában számítógépben megnyírom a... Kiskorában gyurmáztam, meg mindenfélét játszottunk, tehát iszonyú erőfeszítésbe tellett az, hogy ne kapcsoljuk be a tévét, hanem játszunk reggeltől estig, ha úgy volt, olyan helyzet volt. Tehát ezt nem lehet elvárni minden szülőtől. Valóban ez egy többletterhelés a szülőnek, főleg a kezdeti időszakban, amikor a gyereket azáltal, hogy vele játszunk, megtanítjuk játszani. Megtanul ő önmagá, egyedül is mondjuk két kavicssal nagyon szépen eljátszik órákon át, de ha már megfertőződik, nem tudom sajnos másként fogalmazni, azzal az inger mennyiséggel és áradattal, ami a képernyőből jön, utána már nagyon nehezen köti le az a két kavics és a bodobács és a hangya és a fűszálak a kertben, mert megszokott egy más mennyiségű képet, ingert, színt, mindent, és ugyanez a problémám a számítógépes játékokkal, és ennek kapcsán gondolkodtam el, hogyha 6-7 évesen megszokja ezt a mennyiségű túlzsúfoltságot, akkor kamaszként őt mi fogja lekötni? Azt hiszem, hogy az a szülő, aki értékeket tud átadni, és nem lakatot tesz a tévére, hanem a gyerek maga se akarja bekapcsolni, mert már egy olyan ideológia van a fejében. Én ezen elgondolkodtam annak idején, hogy most én nem ártok ki a gyerekemnek, hogyha itt beléplántálok valami olyan eszmét, ami ma már nem gyakori, és rájöttem, hogy hát most vagy én befolyásolom, vagy a külvilág, meg a kereskedelem, meg az ipar. És akkor úgy döntöttem, hogy akkor vállalom a felelősséget. A sok tévézésnek és számítógépezésnek nyilván van egy másik oldala is. Az, hogy a gyerekek jóval kevesebbet mozognak. Mennyi a túlsúlyos gyerek? Rengeteg túlsúlyos gyerek van. Sajnos az a tapasztalatom, és ezt nagyon sokszor el szoktam mondani, hogy szülőknek fel sem tűnik, hogy a gyereküknek már nem normál súlya van. Szerintem akik nézik az adást, és szülők egy picit így nézzenek utána, hogy vagy kérdezzék meg a házi orvost, hogy tényleg milyen súlyú a gyerekük. Mert az, hogy már van rajta egy pici súlyfelesleg, szerintem, tehát egy kis pici cuki hájacska, akkor is érdemes lépni. Tehát ez a pici cuki hájacska, ez meg tud szaporodni idővel, és onnantól kezdve, hogy már mondjuk 10-20 kilót kell leadni a gyereknek, akkor már gond van. Egy iskolás korú gyermek szerintem sokkal inkább ki van téve a korosztályában a csúfolásoknak, mint mondjuk egy óvodás korban lévő gyermek. Túlsúlyos akkor. Akkor is, tehát vannak fokozatok. Vannak fokozatok, csúfolják, igen. Jó, de igen. Most ez a legnagyobb probléma, hogy esztétikailag? Probléma. Hát probléma is. Az, hogy csúfolják, és nyilván ez megviseli őt, ez probléma. Másrészt nyilván az egészsége is erre rámegy, ezt így kicsit későbbre hagytam. Tehát rengeteg olyan gyerek kerül hozzánk, akinek nem csak hogy túlsúlya van, de mondjuk van egy magas inzulin szintje, erről azt kell tudni, hogy egy cukorbetegséget megelőző stádium. Tehát ő mondjuk nem két hónap múlva, de mondjuk 5 év múlva biztosan egy kettes típusú cukorbetegséggel fog rendelkezni, hogyha nem változtat az életmódján. Emellett rengeteg olyan gyerek van, ezt most ne ilyen 18 év körüli gyerekekre, hanem ilyen 8-10 év körüli gyerekekre is gondoljunk már, akik mondjuk vérnyomás csökkentőt kell, hogy szedjenek. Én úgy gondolom, hogy egy 10 éves gyereknek ne kelljen már vérnyomás csökkentőt szednie, tehát számomra ez eszméletlen felháborító, hogy egy szülő ide jutatja a gyerekét. Nem egy gyerek, hanem egy héten egy-kettő biztos, hogy elmeséli nekem, amikor megkérdezem, hogy hogyan étkezik, hogy ő reggel túrududit kap. Tehát azzal ébresztik. Nem tudom, hogy
mit gondolnak erről, szerintem rettenet, tehát azt, hogy a túl-tudi egészséges, és ez ide a fejünkbe, hogy ez még mindig jobb, mintha csoki tenne a gyerek, akkor sem gondolnám, hogy ezzel kellene kelteni a gyereket. Hanem mivel? Mivel kellene kelteni? Hát zöldségeket tegyen, frissen facsart gyümölcslevet adjunk neki, kapjon egy teljes kiadésű gabonából készült terméket, és ezzel indítsa a napját. Én azt gondolom, hogy itt megint ugyanaz a probléma, mint a számítógépes játékkal meg társaival, hogy az egyén tesszük felelősség olyan kórjelenségekért, amiről ő nem tehet. Tehát bele vagyunk ágyazódva egy korba, kialakult egy nyugati típusú táplálkozás, ami egészen elvadult irányt vett az utóbbi 50 évben, megint csak a kereskedelem és az ipar miatt, tehát itt egyszerűen ipari és kereskedelmi érdekek vannak. A dietetikusok által ajánlott élelmiszer piramis, ami csuda egészséges, azt gondoltam is, hogy a teljes kiélőső kenyeret nem fogja kihagyni. Gyakorlatilag amiért Amerika lakosságának 70%-a túlsúlyos vagy elhízott, a magyaroké meg 60%, tehát itt tartunk. Ez nem azért van, mert mozgásszegény életet élnek az emberek, vagy jellemgyengék, és tömik a fejüket, és túrórudival ébresztik a gyerekeket, ezek példák. Összességében arról van szó, hogy egy olyan kalóriában túlságosan bőséges étrendet ajánl a táplálkozás tudomány és az orvosok és a dietetikusok, amin gyakorlatilag szükségszerű, hogy előbb-utóbb elhízzanak az emberek. Tehát az én gyerekkoromban, a mi osztályunkban egy kövér lány járt, de az látszott, hogy valami hormonzavara van, mert az annyira kövér volt, és senki más nem. Most meg ehhez képest, hogyha vesszük ezt a kb. 30% a gyerekeknek már elhízott, itt arról van szó, hogy a szülő, ami közül választhat, tehát amit fölkínálnak neki, amit ajánlana, akár a dietetika, azon csak úgy lehet karcsúnak maradni, hogy az ember egy picit koplal állandóan. Na ez az, amit a gyerekek aztán végképp nem értenek meg, hogy most ők miért koplaljanak. Fiatal csinos nők képesek arra, hogy kopog a szemük az éjségtől, de hát fontos én nekik a karcsúság. Én nem koplálni kell nálam, bárkivel beszélhet, nagyon szívesen elmondják, hogy nem kell koplalniuk, tehát egy változatosan kell étkeznünk, és tudatosan. Akkor minden gyerek mellé egy dietetikust kell állítani. Tehát ez a probléma ezzel az étrenddel, hogy gyakorlatilag patologizáljuk a normál életet, és a gyerekek, akik csak úgy élnek a világban, és eszik, amit kapnak meg, ami hozzáférhető könnyedén, amit a szülők egészségesnek gondolnak, az ilyen-olyan műzlik, meg hasonló. Ezeket eszik a gyerekek, utána meghíznak, akkor elmennek a diabetológus nénihez, és az pedig megtanítja nekik valami furfangalot, hogy lehet ugyanezt tenni, de azért mégse hízzanak el tőle. Most ez nem járható út, ezek egyedi megoldások. Itt tulajdonképpen az igazi megoldás a számítógépes játékoknál föl sem mertem vetni, mert hát ott nincs hatalom, ami azt mondja, hogy holnaptól nem gyártunk ilyeneket. De az, amikor egy elvileg non-profit táplálkozás tudomány valójában lobby érdekek által diktált étrendet ajánl a lakosságnak, a nyugati világ népességének, akkor ez a probléma gyökere. Nem az, hogy aki elhízott, azt vigyük el dietetikushoz, és majd az megtanítja őt. Átmenetileg kezeljük a dolgot, kikerül a maga hatása alól, újra el fog hízni. Tehát itt ez a probléma. Én meg ugye nem is kellene, hogy ide jusson. Tehát ugye pont azért jó ez a beszélgetés, mert hát ha látják a leendő szülők, vagy a most kisgyerekesek azt, hogy esetleg változtathatnak. Nyilván fontos a példamutatás. Tehát, hogyha én megeszem előtte a zöldséget, akkor a gyerek is meg fog enni. Számomra mindig rettenetes, amikor így mondja a anyuka, kérdezem például, hogy szeretik-e a brokkolit. Ezt mondja anyuka, hogy hát ő nem szereti, és akkor így nyilván a gyerek sem. Tehát, hogyha esetleg nem szeretjük azt a zöldséget, vagy bármit, tehát nem feltétlenül a gyerek előtt kellene ezt hangoztatni. Ez együnk zöldséget reggelire, ez úgy benne van ma a világban. Én most egy picit hadd szóljak közbe. Én azt gondolom, hogy nagyjából ugyanarról beszélünk, tehát hogy végülis abban aztán megállapodhatunk, hogy egészségesen kéne enni. Itt most azt érzem, hogy van egy különbség
amit nem látok tisztán. Gábor, mit mond, hogy mit kéne enni? Judit, mit mondasz, mit kéne enni? Egészségesen táplálkozás az azt jelenti, hogy az ember úgy táplálkozik, ahogy az evolúció során az emberi szervezet kialakult. Na most 2,5 millió évig az ember nem fogyasztott ilyen keményítő tartalmú ételeket, mint a gabonafélék, a rizs, a burgonya, meg nem tudom én még, hát a cukorról nem is beszélve, az ugye 500 éve van a cukor. Tehát gyakorlatilag, és hogyha megnézzük az élelmiszer piramist, ugye ez egy ilyen piramisként szokták ábrázolni, annak az alsó szintjén pont ezek a keményítő tartalmú ételek vannak. Ezeket tekintik ma normálisnak, ahogy mondta is, hogy reggelire egy szelet teljes kiélésű kenyér. Na most, aki ezen a táplálékon él, az szükségszerűen előbb-utóbb elhízik. Ugyanis létezik egy gyomorméret, ez egy bizonyos űrméret, ami arra alakult ki, hogy az evolúció során, ezt, ha ezt megtöltjük, akkor kapunk annyi energiát, hogy tudjunk jól mozogni. A természeti népek, meg az ősember elég sokat putkározott meg, erőt fejtett ki. Na most, hogyha ugyanezt az űrtartalmat megtöltjük egy kalóriadús ételekkel, mint a keményítő, meg a cukrok, mert ugye egyébként húsokkal, tojással, zöldséggel, gyümölcsel töltenénk meg, ezek kalóriában szegényebbek. Most mindegy, hogy ki lehet számolni, hogy a dietetika kiszámolja, hogy a húsban milyen sok kalória van. Nem ez a kérdés, hanem hogy ezek hízlalnak-e, vagy nem hízlalnak. Ezek nem hízlalnak. Lehet, hogy sok kalória van bennük, papírforma szerint, de nem hízlalnak. Az ember ilyen étrendhez alkalmazkodott, az enzimrendszere, az emésztőrendszere, az egész szervezetünk. Elkerülhetetlen, hogy ugye a lakosság 10%-a, sőt, hogyha a nem diagnosztizált betegeket veszük, akkor akár 20%-a is cukorbeteg. Na most nem arról van szó, hogy felelőtlen emberek annyit esznek, hogy már szétdúrannak, és akkor megbetegszenek. Teljesen normálisan étkező emberek egyszer csak megbetegszenek a kardiovaszkuláris betegségekről, nem beszélve, stb. Stb. Tehát ez a probléma. Judit? Abban igaza van, hogy ugye a szénhidrátok bevitele az nem úgymond normális mértékű ma a világunkban. Tehát én azt gondolom, hogy egy gabonákkal úgymond semmi gond nincs, viszont a fogyasztásuk mértékével annál inkább. Tehát és mienségével. Tehát azért is javasoltam például a gyerekeknél a teljes kiörlésű gabonákat, mert attól a teljes kiörlés, hogy az egész gabonamag beleördlődik, tehát a csirától kezdve a maghíjon keresztül minden benne van a gabonamag teljes tápanyagtartalma, ami nagyon-nagyon sok fontos jó dolgot tartalmaz számunkra és a gyerekeknek. Ezen kívül viszont, amikor péksüteményeket eszünk, vagy tehát egész nap mondjuk szendvicseken élünk, meg tésztán, meg krumplis tésztán, az nem biztos, hogy tényleg jó a szervezetünknek, nem biztos, hogy ennyi szénhidráttal meg tudunk birkózni, vagy meg kell birkózzunk. Tehát amikor azt mondom, hogy mondjuk valakinek, egy átlagos embernek a példanapja úgy néz ki, hogy reggel eszik egy péksüteményt mondjuk egy cukros joghurttal, utána eszik még műzli szeletet, meg mondjuk egy csokit bekap, mert az van útközben, akkor délbe eszik egy kis, mondjuk egy lebencslevest krumplis tésztával, akkor délután még egy kis szendvicset, meg mondjuk jó esetben almát, epret, ugye szezon van, mondjuk megeszeget, és este még vacsira egy kis szendvicset, egy meleg szendvicset mondjuk megcsinál. Ez egész nap rettenetes mértékű finomított szénhidrátot jelent. Ehhez, hogy ugye ez cukorrá bomlik, és ez megemeli a vércukorszintünket, ehhez a szervezetnek, a hasnyálmirigynek inzulint kell termelnie, hogy csökkentse a vércukorszintünket. Képes-e
állandóan ilyen mértékű inzulin termelése a hasnyálmirigyünk, hogy állandóan úgymond pánikban van, mert mindig valamivel rettenetes mértékben felviszik a vércukorszintünket. Azt tapasztalom, hogy nem. Amikor a mai nyugati ember 50-60% az étrendjének 50-60%-át szénhidrátok, gyorsan felszívódó szénhidrátokból, tehát kenyér, gabonafélék, burgonya, stb.-ből fedezi, akkor itt most bevezetni valami mértékletességet, hogy ne 60%, hanem csak 40, aztán majd kiderül, hogy ettől is ugyanúgy el lehet hízni, akkor legyen 30. Gyakorlatilag ez a tili-toli, ez megy 50 éve, és az egészet az vitte félre, hogy valaki kiokoskodta, hogy az állati zsírokkal baj van, amikkel nincsen baj, de az egész koleszterin hipotézis egy őrület, és milliók szedik a koleszterin szint csökkentőket, és hogy minél jobban csökkentsük az állati zsírokat, meg az állati fehérjéket, ezért ugye hát valamit azért enni kell, ezért elkezdték növelni a szénhidrátokat. És most ebbe a csaptába sétált be a nyugati világ, és most már a haladó táplálkozás kutatók, azok már régen föllázadtak ezzel szemben, egy nap még majd maga is ezt fogja mondani, csak most még nem ez a kúrens hivatalos álláspont. Ez a probléma. Azt szeretném megkérdezni, mi a véleménye a menzáról? Ez lett volna nekem is a következő kérdésem. Nagyon egy hullámhoz, hogy a szuperokosok klubjáról, vagy a... Hát az iskolai menzáról. Azt gondolom, hogy ez egy katasztrófa. Mert hát ott is átadódik ugyanez a piramis. Tehát itt kezdődik a probléma. Tehát én azt gondolom, hogy ha én szülőként még meg is próbálok nagyon tudatosan odafigyelni arra, hogy mit adok a gyerekemnek, onnantól fogva, hogy én beviszem őt az óvodába, aztán elviszem őt az iskolába, onnantól fogva nincsen kontroll. Az ipar rárepül mindenre. Tehát hogyha itt tömeges igények támadnak egy nap arra, hogy mi igenis zöldséget szeretnénk adni a gyereknek reggel, akkor ki fogják találni, hogy most ne földkarfiolt kelljen adni, hanem valami olyat, ami nagyon ízlik a gyereknek, de mégis egészséges. Tehát itt most nem azt mondom, mert eddig ugye az volt sajnos, hogy az ipar irányította az embert, de ez visszafele is működhet. Mint ahogy kialakult a bio, gazdaság, meg egyebek, tehát azért... Én azt hadd kérdezzem meg, hogy arról olyan sokat szoktak beszélni, hogy tulajdonképpen minden betegségnek az eredője az valamilyen lelki probléma, aztán ami megjelenik egy testi tünetben. Hogy ez fordítva is igaz? Tehát, hogyha én most elkezdek nagyon tudatosan, normálisan enni, odafigyelni a testemre, attól én gyógyulok lelkileg? Bocsánat, nagyon modortalan leszek, de sajnos a kiinduló állítás téves. Téves. Tehát nem lelki én okokból vagyok, tehát én csak azt... Nem, a legtöbb komolyabb betegséget megnézzük, ami így most elterjedt, tehát most nem egy ritka genetikai rendellenességre gondolok, az alapvetően a táplálkozással függ össze, tehát minden arra vezethető vissza. Hát ez olyan, mint az autónak az üzemanyag. Ha nem olyan benzint töltenek egy autóba, ami kell neki, akkor villámgyorsan bedöglik. Tehát az ember is ilyen. A lelki hatásokat rendkívüli módon eltúlozzák, semmi bizonyíték nincs erre. Most a stressz persze nyilván befolyásolja, tehát most nem akarom tagadni, hogy van egy ilyen hatás, de nem ez a fő hatás. Minden esetre köszönöm ezt a mai beszélgetést, azt hiszem, hogy eléggé elgondolkodtató volt mindenféle szempontból, és biztos, hogy én is ezek után át fogom gondolni, hogy mit csinálok majd másképp a gyerekemmel kapcsolatban, úgyhogy köszönöm, hogy eljöttetek hozzánk, nézőinknek pedig köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!